Köszöntöm Önöket a Kistelekvárosi Televízió április 26-ai adásában. Kérem, tekintsék meg képes műsorismertetőnket. A Kisteleki Hétkerék Egyesület részt vett a Szegedi repülőtéren elstartott szezonnyitó dombgyorsasági körkorcsolya kupán. Az Egyesület edzőjét, Csalla Nikoletet, valamint az egyik versenyzőt, Bitó Szilviát kérdeztük az eredményekről. Nemrégiben a Szegedi repülőtéren rendezték meg a dombkupát, ahol a Kisteleki Hétkerék Sport Egyesület is részt vett. Az Egyesület edzőjét, Csalla Nikolettet, valamint az Egyesület egyik tagját, Bitó Szilviát kérdezem a rendezvényről és az ott szerzett eredményekről. Először is köszöntelek titeket itt. Nikit kérdezném először, hogy mit tudhatunk erről a versenyről. Sziasztok, köszönjük szépen! Hát először is azt kell tudni erről a versenyről, hogy ez a szezonnyitó kinti pályaversenyeknek az első fordulója volt. Ami újdonság, vagy kicsit furcsaság talán ebben a versenyben, hogy a szombati nap, ugye kétnapos versenyről beszélünk, a szombati nap a Szegedi repülőtéren került megrendezésre. A versenyt a Tornádó Team szervezte, ők a szegedi csapat. A profi nagy versenyzőknek ez egy 21 kilométeres, illetve egy 42 kilométeres maratoni távot jelentett. A kisebbeknek akadálypálya, illetve szintén a hosszú távok mentek le ezen a szombati napon, vasárnap pedig a rendes pályaversenyek zajlottak. Az Egyesület milyen eredményeket ért el ezen a versenyen? Igazából mindenkivel nagyon elégedett vagyok. Nagyon látszódott, hogy ez még nagyon a szezon elejei versenyek közé tartozik, azért nem régóta edzünk mi se kint a szabadban, ugye télen terembe edzettünk, a nagyoknak alapozás volt főleg, úgyhogy azért nem teljesen 100%-os még a csapat, de nagyon hajtunk, hogy ezek az eredmények minél jobbak legyenek a szezon végére, közepére. Amit most igazából nagyon fontos nekünk, az a mezőnyhöz való felzárkózás, mert pontosan 5 gyerek a csapatból ment föl, vagy került föl profi kategóriába az idén, de Szilviék tavaly már bekerültek a profi kategóriába, ők már rutinosnak számítanak, ők nagyon jól tudják, hogy milyen nehézségekkel jár ez a ebbe a kategóriába való bekerülés. Hát a távok azok többszörösei az amatőr távoknak, mármint hogy távolság, ugye sokkal hosszabb távok vannak nekik. Egész másképp zajlanak ezek a versenyek pont összesítésben is. Elsődleges cél így a szezon közepe vége felé, hogy lépést tartsunk a mezőnnyel ezekkel a versenyzőkkel. Az amatőr kategóriában egyébként, akik maradtak, még kisebb versenyzők, ők nagyon jól szerepeltek, lett dobogós helyezésünk is. A junior E lányoknál Bálint Zsófi második lett, a junior D lányoknál Kis Hanna első, Paragi Dorka harmadik lett, a C kadett lányoknál Hegedűs Kata második, a C kadett fiúknál Nagy Vilmos első helyezett lett, illetve a profi felnőtt férfi versenyzők között Márkus Viktor harmadik lett. Ezen kívül mini lányoknál a Fülöp Lilla negyedik, F lányoknál a Fülöp Nelli ötödik, Szűcs Hanna tizedik helyezést ért el, juniorás lányoknál Béres Kata negyedik, Mészáros Gréti 13., Sugár Liza hatodik helyet ért el, junior D-s lányoknál Jenei Evelin negyedik, Sugár Lara hetedik helyezett lett. És akkor jönnek a profik, akikről az előbb beszéltem. Junior D-s lányoknál Bálint Janka 11. helyezést ért el, C-s fiúknál Nagy Kristóf 9., kadett lányoknál Abonyi Csenge 5., junior B-s lányoknál Nagy Violetta Milla 4., Bitó Szilvi 5. lett, és Viktort ugye elmondtam, ő dobogós 3. helyezett lett. Most amit tudni kell még, hogy ugye ezek a
az eredmények, tehát a profi kategóriában minimum 10 fölötti a létszám. Tehát olyan 10 és 20 fő között mozog. Most az amatőrök is egyébként elég népes mezőnyben voltak, tehát a lányok ott az 5.-6. helyükkel nagyon jól szerepeltek, már 17-18-an voltak a korosztályban, úgyhogy ez nagyon jónak számít. Ugye, ahogy Niki is említette, te már tavaly óta profi kategóriában versenyzel, és most pedig 5. helyezést értél el. Te mit tapasztaltál ezen a versenyen, és büszke vagy a saját eredményedre? Nagyon elégedett vagyok magammal, mert szerintem mindent kihoztam a versenyből, amit lehetett, és kegyetlen volt a maraton is, utána másnap az 1000 méter, az 5000 méter, és szerintem úgy összességében jó lett. Ugye most a repülőtéren versenyeztetek, mennyivel másabb ez számodra? Sokkal másabb a betonja, sokkal jobban viszi a kerekeket, és ráadásul nagyon hosszú egy egyenes is, és nagyon fúj általában a szél. A jövőben milyen versenyek várhatóak az Egyesület életében? Hát most a legközelebbi versenyünk az május 11-12, az a hétvége, ez Európa Kupa lesz, szintén Szegeden kerül majd megrendezésre, mind a két nap hál' Istennek a pályán lesz, úgyhogy nem a reptéren, de ez is egyébként nagyon jó volt, különleges volt tényleg, de azért jobban megvan szokva nekünk is, ugye hétvégente bent edzünk a szegedi pályán, úgyhogy egy kicsit könnyebb lesz, már az akkor el fog telni 2 hónap, amióta kint fogunk edzeni, úgyhogy biztos vagyok benne. Nagyon elégedett vagyok a mostani eredményekkel is, de még jobbat várok a májusi versenytől. Az első alkalommal megrendezett nemzetközi fúvózenekari versenyen a Csengelei Fúvózenekar szerezte meg az első helyet. A zenekar vezetőjét, Cirok Zoltánt kérdeztük a verseny részleteiről. Első alkalommal került megrendezésre a nemzetközi fúvós zenekari verseny Korondon, ahol a Csengelei Fúvózenekar első helyezést ért el. Cirok Zoltánt kérdezem a versenyről és a részletekről. Először is köszöntöm Önt itt nálunk. Mikor került megrendezésre ez a verseny, és mit tudhatunk róla? Most hétvégén került megrendezésre április 5-től 8-áig Korondon ez a fesztivál verseny. Eddig is fesztiválként, fúvózenekari találkozóként működött, és összejöttek a erdélyi csapatok, de a tavalyi évben a Vosby nemzetközi minősítő szervezettel úgy gondolták, hogy kiegészítik az egészet egy nemzetközi versenyre, tehát úgy is hirdették meg. Hát ez a nemzetközi verseny nem csak az anyaországnak és az erdélyeknek szólt, hanem voltak meghívott zenekarok Csehországból is, Szlovéniából is, de ezek bizonyára megértek, hogy első, hogy még nincs bejáratva ez az egész szervezés, és visszamondták a versenyt. Így tulajdonképpen 4 Erdélyből érkezett csapat maradt, és 2 innen az anyaországból, egy budapesti, kispesti alapfokú művészeti iskolának a fúvózenekara, illetve a Csengelei alapfokú művészeti iskola zenekara, de ez Csengelei fúvózenekarként működik hivatalosan, képviseltük Magyarországot. Azt azért el kell mondani, hogy erre az eredményre is nagyon büszkék vagyunk, mert az első hely az mindenféleképpen első hely, de az erdélyi, székelyföldi fúvózenekarok nincsenek olyan felkészültségi szinten, mint a itthon a magyarországi zenekarok, hiszen nálunk azért az nagy könnyebbség, hogy a művészeti iskolák bekebelezik ezeket az együtteseket, és az ő működésük által segítik ezeknek a zenekaroknak a egyáltalán fent létezését. És ez látszik is, tehát ők például hangszert is akkor tudnak szerezni, hogyha vagy a település, vagy ott is valamilyen pályázat formába nyernek egy pár ezer eurót, és akkor ők megpróbálják egy ilyen hasznos dologra használni ezt. Hát nálunk ugye ezek a dolgok mind adottak, mert a művészeti iskola ezeket a hangszereket megvásárolja. Náluk a tanítás sincs így be
központosítva, és hát ezért az ő hangzásuk is általában egy kicsit gyengébb, de én azért ezt nem mondom így, hogy jaj, azok hogy szóltak, le a kalappa azok előtt, a zenekarok előtt is, de az a jó, hogy nekünk így is volt egy versenytársunk, mert azért a kispesti iskolának a zenekara jó zenekar, ismertük is őket, mint utólag kiderült, ismertük őket, és őket is sikerült legyőznünk. 100 ponttal értékelte, 100 pontig értékelte a zsűri a produkciókat. Hát és most magunkat mondom először, mi 94 ponttal kaptunk első helyezést, és ők voltak a következők 90 ponttal. Tehát nem egy-két ponttal maradtak le tőlünk, és onnan lefele jöttek az erdélyi zenekarok. A fúvós zenekarra milyen versenyek várhatnak a jövőben, és milyen eseményeken vagy programok lesznek a zenekar életében? A csengelei zenekarra most a pihenés lesz a program, mert nagyon sokat dolgoztunk egyébként azért, hogy erre a versenyre föl tudjunk készülni. Ugye a csengelei zenekarra azért nem is olyan könnyű, mert már lehet, hogy többször elmondtuk itt a tévében is, hogy az részfúvósokból áll, tehát hiányzik egy fafúvó szekció, tehát a fuvolák, a klarinétok meg a többi fafúvós hangszer az nincs. Ezt mind átiratokként kell megoldanunk, hogy azok a hangszercsoportok is megszólaljanak, amikkel nem rendelkezünk. Tehát vannak rezesek, meg ütősök, és ez nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon jó hangszereseket is kell nevelni, hogy ezek a darabok megszólaljanak, sőt, ugye helyezést is el tudjunk érni. Úgyhogy most biztos vagyok benne, hogy ennyi munka után egy kis pihenés jár nekünk, tehát azért a pihenés közben ezek a helyi környező településeken levő fesztiváloknak mindenféleképpen eleget fogunk tenni, mert már amiket tudok, hogy Felgyőre hívták meg a nem csak a zenekarunkat, hanem a mazsoret csoporttal együtt a zenekart is, és most ezek a mazsoret csoportos szereplések fognak következni, mert otthon is a pünkösdi falunapokon fogunk szerepelni. Pusztaszerre hívtak bennünket, ugyanígy ott is voltunk már egyszer egy lovaskocsis felvonuláson. Hú, mi van még, nem is tudom, így hirtelen nem jut más eszembe, de hát ezek mindig jönnek sorba, és hát sajnos nem is mindegyiket tudjuk elvállalni, pont amiatt, mert azért ezek az együttesek is végesek, mert nem profi zenekarról van szó, bármennyire is szeretnénk azt csinálni belőle, itt mindenki másból él, tanul, elsősorban a fiatalabbak tanulnak, de most már nagyon sokan vannak fölnőttek, akik munka mellett jönnek és csinálják. Most áthelyezzük a hangsúlyt, azaz én áthelyezem a hangsúlyt Kistelekre, és itt próbálunk meg egy pár versenyen megmérettetni. Így a nagyon sok általam vezetett együttessel voltunk már Zrenjaninban, nagy becskereken magyarul versenyen, így a Kisteleki Művészeti Iskola gyermekzenekarával, a csengelei zenekarral is voltunk, az együttes csengelei kisteleki projektzenekarral is voltunk, egyedül még a Vándor Rudolf zenekarral nem voltunk, és most szeretnénk június 22-23-án megmérettetni ott is magunkat, és azután ősszel pedig a kisteleki fúvózenekarral Mórahalomra meghívásos alapon hívtak el szintén egy versenyre bennünket. Ez is első verseny lesz, mert most találták ki, nekik van is egy ilyen szerb-magyar művelődési, hát én szerintem most már házhoz is kötik, de művelődési kapcsolatuk, és kitalálták, hogy egy szerb-magyar fúvózenekari versenyt rendeznek, ahova, hát itt most azt hiszem pont fordított arányos lesz, mint az előző korondit mondtam, mert innen, ahogy elmondta Vastag Pista barátom, az ottani fúvózenekar vezető, Szentes Kiskunhalas, Kiskunmajsa,
és mi leszünk meghívva, és emellé két vajdasági zenekart szeretnének még vendégül látni, és hát ez pedig szeptember 29-e hétvégén lesz. Tehát szépen beosztottuk az egész évünket, hogy egyszer a csengeliekkel, egyszer a kistelekiekkel tudjunk menni, és hát a csengelieknél már elmondom, hogy minél szebb eredményeket elérni, remélem, hogy a kistelekieknél is majd így lesz. Baks polgármesterét, Búza Zsoltot kérdeztük a település múlt évben történt fejlesztéseiről. Eltelt egy újabb év Baks történetében is. Búza Zsolt polgármestert kérdezem a település tavalyi évében történt fejlesztésekről, változásokról, eseményekről. Milyen főbb változások voltak a Baks életében? Azt gondolom, hogy a legfőbb szempont a település életében a folytonosság és a kiszámíthatóság, ami jellemző volt tavalyra is. Én azt hiszem, hogy a tavalyi évben is egy nagyon feszes és egy nagyon átgondolt rendezési terv és egy költségvetés mentén hajtottuk végre a feladatainkat. Szerintem leginkább a fölkészülés éve volt, ugyanis a 2019-es évben rengeteg mindent fogunk átadni és fejleszteni, és a 2018-as év volt az, amikor fölkészülhettünk ezekre a beruházásokra és fejlesztésekre, tehát az előkészület és az előkészítés. Az mellett persze, hogy látható dolgok fognak megvalósulni 2019-ben, fontos volt számunkra, hogy az integrációs és az olyan jellegű pályázatokat, amelyeket már sikeresen le tudtunk bonyolítani az elmúlt években, hasonlóképpen nekifogjunk, és hasonlóképpen el tudjuk indítani. Ilyen volt például a komplex teleprogramunk, és több olyan projekt is, aminek nincs kézzelfogható, látható eleme, viszont nagyon fontos a település számára, hogy a felnőtt képzés, a gyerekekről való gondoskodás is jelen legyen a településen. Fejlesztéseken kívül milyen rendezvények voltak Baks életében a tavalyi évben? Nagyon fontos számunkra a fejlesztés, de még fontosabb az, hogy a közösségépítő rendezvények legyenek, és hogy Baks az olyan település az Alföldön, ami egy ilyen rendhagyó szerkezetű, hiszen hogyha az alföldi települések szerkezetét nézem, akkor nagyon nagy a tanyavilág, viszont Bakson jelen pillanatban 4 lakott tanyája van, úgyhogy ezzel így kirívunk az alföldi települések közül, és ezért is tartjuk különösen fontosnak a közösségszervezést, a közösség erősítést és a közösségépítést. Ezért is indultunk olyan pályázatokon, amelyeken többek között ezeket tudjuk erősíteni, fejleszteni, és tartjuk meg azokat az éves, hagyományos rendezvényeinket, ami faluszintű. Ilyen például a falufarsangunk, amit minden évben megtartunk, és nagyon nagy sikere van. Ilyenkor körülbelül 1000-1200 fánkot osztunk szét az odalátogatóknak, és ezt hát a farsang időszakban nagyon jó ízűen fogyasztják el. De ilyen például a május 1-e, ami igaz, hogy tavaly kimaradt, de jó pár éven keresztül megtartottuk, és itt is nagyon fontosnak tartom az alulról jövő szerveződést, mert tavaly sajnos ilyen-olyan okok miatt elmaradt, viszont 2019-ben már biztosan meg fogjuk csinálni, meg fogjuk valósítani, mert több olyan csoport jelezte, aki részt vett előzőekben, például ezen a rendezvényen, hogy szívesen jönnének. Mi nyitottak vagyunk az ilyen alulról jövő kezdeményezésre, és én azt gondolom, hogy nyitottaknak is kell lenni, és meg kell hallani az ilyen jellegű igényeket, és ezt szeretnénk megcsinálni. Vagy mondhatnám a falunapunkat, ami minden évben mondhatom azt, hogy sikeres, és a falunaphoz kötünk mindig valami fajta vagy átadást, vagy avatást, si ceremóniát, és ez ilyen volt például a tavalyi világító keresztállítás, ami egy rendhagyó volt, nem csak a településen, hanem azt gondolom Magyarországon is, mert Magyarországon először állítottak fel Bakson ilyen világító keresztet, és örömmel mondhatom el, hogy több település polgármestere már érdeklődött ezután a kereszt után, hogy mi hogyan tudtuk ezt megvalósítani. Úgy tudtuk megvalósítani, hogy nagyon egyszerűen összefogással. És szintén egy alulról jövő kezdeményezés kapcsán jött ez létre.
és az mindenki tudja, vagy legalábbis aki ismeri a települést, az tudatában van annak, hogy 35%-os cigány kisebbséggel rendelkezünk, és igenis nekünk is meg kell hallani azokat a hangokat, amelyek a kisebbség részéről jönnek, és tudjuk, hogy mennyire elkötelezettek a kereszténység iránt, és hogy mennyire sokan vannak köztük hívő emberek, és pontosan egy ilyen kezdeményezésre jött létre tulajdonképpen ez a világító keresztállítás. De mondhatnám a tavalyi első kezdeményezésünket, a Töpörtyű Fesztivált, amit a testvér településünktől vettünk át Iszakálmán falvától, és az első alkalommal már több százan látogattak ki, és annak ellenére, hogy Töpörtyű Fesztiválnak indult, annak ellenére én azt mondhatom, hogy gasztronómiai fesztivál lett belőle, mert a végére azt láttuk, hogy nem csak töpörtőt sütnek a csoportok és az egyesületek, hanem különféle olyan étel különlegességeket is készítettek, hogy ami tényleg szemed gyönyörködtető volt, meg az ízlelő bimbókat ingerelte az a sok-sok étel, amit ezen a napon elkészítettek. De ide sorolhatnám például a családi napjainkat, az egészségmegőrző napjainkat is, ide sorolhatnám akár a falu karácsonyt is, tehát egy csomó olyan rendezvényünk van, ami visszatérő rendezvény, vagy mondjuk első kezdeményezés, mint mondjuk a Töpörtyű Fesztivál, de szeretnénk az idén még jobban bővíteni, és természetesen azokat az igényeket kielégíteni, ami a helyi közösségből érkezik, és amire a helyi közösségnek szüksége van. A Kisteleki Önkormányzati Hivatal épületében nemrégiben érzékenyítő tréninget tartott Farkas László, valamint Gurucsai Szabolcs. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg. A Kisteleki Önkormányzat épületében érzékenyítő tréninget tartott a Csongrád megyei mozgáskorlátozottak egyesületénél dolgozó Farkas László, valamint az Árbóc Egyesület elnöke Gurucsai Szabolcs. Ez úgy jött, hogy az elején, amikor gyerekeszébe kerültem, én előtt is nem sportos voltam. Nem szerettem azon falladáson, futottam, biciklisztem, minden. És én utána is úgy voltam, hogy majd én utána is sportolok. Aztán jött a fekete leves, hogy nem eszik olyan forró, mint ahogy főzik, ugyebár, hogy pláne 12 évvel ezelőtt még nagyon nem volt így, pláne itt vidéken, tehát azt mondták, hogy a sport, de akarom, akkor költözzek kertre. Hát én csak azért nem fogok másra költözni. És hát így elkezdtem több helyen, el akartam menni, íjászkodást kipróbáltam például, aztán rájöttem pár alkalom után, hogy az oktatóm egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy én kerekesszékes vagyok, hogy melyik dolgozom, melyik nem. Mindenáról rá akart beszélni, hogy egyenes háttal üljek, úgy húzzam a nyilat, és mondtam, hogy jó, csak mondom, akkor én egy idő után így elkezdem kiborulni ezt. És ezeket így nem értettem, hogy ráhagytam, akkor próbáltam a kajakkenúval, akkor mondták, hogy hát ha viszek magammal egy 3-4-5 embert, aki levisz az ilyen lépcsőn lefele, meg fog a kajakban, jó, akkor ezt is hagyjuk. Ezt elkezdtem pingpongozni, és a pinyon jött egy szerdán srác, magyar rendre, és akkor ő mondta, hogy kezd alakulgatni Magyarország egy ilyen kerekesszékes röpi csapat. Pesten menjek föl, próbáljam ki. Aztán hazamentem, megnéztem a neten, hogy mi is ez a kerekesszékes röpi. Azt mondtam, hogy akkor én ezt nem. De amikor megláttam, hogy ilyen benhúros kis dodgemes székekbe jönnek, mennek a pályán és ütköznek, és borigatják egymást, meg minden, akkor mondtam, hogy mondom, van nekem így is elég bajom, nekem még ez de aztán fölmentem, elkezdtük, és így nagyon-nagyon megszerettem. Tehát egy nagyon-nagyon jó sport, nagyon látványos. 96 óta van benne a paralimpiában is, és azóta az egyik leglátogatottabb sport, ilyen full teltházal, hogy játszák minden, úgyhogy nagyon. Csak az, amikor így elmondom, akkor mindenki azt képzeli el, hogy pár kerekesszékes gyereki guringál a pályán, labdáznak. Minden aztán én Szeged egyszer szerveztem egy versenyt, és én jóban voltam a pixegedes kézzelabdásokkal, egy konditeremben edzettünk. Beszéltem, ugye akkor még a Vadkerti Attila volt a csapatkapitány, és mondtam nekem, hogy Attila, hogy lejönnétek a meccsre megnézni. Le, persze, Laci, persze, nem megyünk, jó. És utána ő elmondta nekem, hogy vége volt a versenynek, hogy ő teljesen azt hitte, hogy majd tényleg ott pár kerekesszékes gyerek gurul a pályán, dobálgatják a labdát egymásnak. És így lejöttek a csapattal az első meccsre, és hogy meghallotta az első csattanást, hogy a két 15 kilós férfi szék íz összecsattant. Akkor úgy mondta, hogy így onnantól így nézték meg így egymásnak, hogy nézd már, most csak nézd már. Meg hát ugye fölborítjuk egymást a székkel, meg mindent, tehát így mondta, hogy le a kalappen, meg ő azóta, hogy akár egy szó volt itt Szeged edzőtáborban, mindig eljött az be, hát játszani, meg mindent, tehát
Nagyon, és én szeretem. Az érzékenyítő tréninget a mozgásában akadályozott Farkas László és a látássérült Kurucsai Szabolcs ezúttal együtt tartotta, felnőtteket megcélozva. De többször tartottak már hasonló előadást gyermekeknek is. A különbségről Farkas László beszélt. Ez gyerekeknél is teljesen más, meg a felnőtteknél is. Tehát addig, amíg azt szoktam mondani, hogy amíg nem szakad át bennük a gát, ott, hogy merjenek kérdezni, addig szinte majd, ha nem azt mondom, hogy nincs különbség a gyerek és a felnőtt közt. Tehát, és miután ez a gát átszakad, és megjönnek a kérdések, és egymástól hallják, hogy hát ha ő ezt megmeri kérdezni, akkor ezt én is megmerem, utána meg már minden megy, hál' Istennek, gördülékenyen. A résztvevők átélhették a fogyatékossággal élők mindennapi problémáit, találkozhattak azokkal a hétköznapi problémákkal, hogy mit jelent például egy autóba való beszállás kerekesszékesként. Az igen. Van bíz. Erre nézzük meg, hogy megy az autó. Autóba? Aha. Megpróbálsz beszállni, úgyhogy mondjuk nem használod a lábad? Álljál úgy oda, így teljesen, hogy egy kicsit feldél. Ne álljál úgy, ne párhuzamosan álljál rá, így próbálja meg ilyen feldén odállni. Menjél neki teljesen az ajtónak, meg a küszöbnek. Úgy nagyjából, aha. Fékezd le. Egy picit inkább gyere még elrébb így, hogy így még feldében álljál. Jó, fékezd le. És akkor ugye úgy szoktam, hogy mivel nem működik, azt kézzel rakom be a lábam. És akkor kicsit előrébb húzod magad a székbe, ahogy bírod, és belül, meg amiben tudsz, abban úgy kapaszkodsz, és úgy húzd be magad. Ott van a kapaszkodó is, vagy a kormány, vagy a szék, fölül, ami ugye rendes kapaszkodó, a fogóckodó. Ott van. Itt van. Aha. Kis bicóma, érzi. Jaj. Ugye sokszor én ezért is mondom azt, mikor ilyen, hogy jó, meg kell tervezni, hogy naponta ezt hányszor akarja megcsinálni az ember, hogy inkább minél kevesebbszer. Tehát ha azt mondom, hogy bemegyek a városba, akkor inkább megpróbálok ilyen több dolgot elintézni egyszerre, mint hogy az legyen, hogy naponta 5-6-szor kelljen kibeszállni. És akkor utána ugye mikor van még az, hogy még ha egyedül vagyok és nincs, aki berakja a széket, akkor még ugye... Hát ha nincs senki, akkor én egyedül magammal. És akkor ezt így becsatolod? Aha, hát nem, szét kell szedni, így ki lehet venni a kerekét, az csak egy mozdulat, mert az csak így, látod, van a közepén az a gomb. Az benyomod, és akkor az csak így ki lehet húzni a kerek. Most be van fékezve, ugye azon nem bírod. És akkor kiveszem mind a két kereket, azt berakom a hátulra, és akkor csak marad lesz, hogy a hátamlát rácsukom a vázra, és akkor csak ez az L alapú váz marad. Aha, és azt meg így megfogom magam, és akkor magam előtt így átemelem és berakom. És az előbb kipróbálhattad, hogy milyen érzés kerekesszékkel közlekedni. Hát furcsa, úgy, ugye amikor hirtelen így beleültem a székbe, tehát így próbáltam tényleg azt elképzelni, hogy ez most egy olyan történet lesz az elkövetkezendő pár perc, amikor nem tudom használni a lábamat. És tényleg próbáltam tehát a lábamat nélkülözni, és a kezemet használni, és igazából tehát most ez a pár perc, amit benne töltöttem a székbe, éreztem azt, hogy tehát hogy a lábamat hogy nem használom, a többi test részemre van sokkal nagyobb szükségem ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjak mozdulni. Tehát a kezemet, ugye alapvetően tehát a járáskor vagy a mozgásban ugye nem használom, de itt ugye sokkal több, vagy
erőt kellett kifejtenem ahhoz, hogy egyáltalán a szék megmozduljon, te segítség nélkül. Eközben Szabolcs a Braille-írás rejtelmeibe avatta be a résztvevőket. A helyes írás miatt tanították a vakodába, egy vakhoz jött egy gyereknek, még így tudták engem megkezdeni a Braille-nek helyes írás. Ott voltam a vakodába, és kérdeztem, hogy meddig fogjátok még tanítani a Braille-t, 2 év után nem tanítják tovább. A Braille-ról annyit kell tudnotok, hogy kirakom nektek, hogy működik a Braille. Louis Braille nevéhez fűződik, ő egy francia férfi, akinek az apukája bőrdész műves volt, és a gyereknek szigorúan tilos volt bemenni a műhelybe. Bement gyerekkorában, megszólt az egyik, hogy begyűlött a szeme, megvakult. Utána régen analfabéták voltak a vakok, ki lehet mondani. Utána a deszkába kezdett pontokat ütögetni, a Braille pontok lettek belőle. És mutatom, hogy hogy működik a Braille, mert az elég is megkérdezték, mert az érdekesség, a francia hadászat el akarta tőle venni. 6 pontban gondolkozzatok, úgy képzeld, hogy a dominónak, itt lemakettozom nektek, a dominónak ez a 6 pontját el tudjátok képzelni, ide rakom mondjuk a 6 pontot. Itt a 6 pont, az állított 6 pont. És a Braille írás, ez a 6 pont kombinációja. A nekünk az összes betűnknek, számunknak van pont kombinációja. Úgy képzeld, ha azt mondod, ha megtanod a kombinációt, már is tudsz Braille-t írni. És hogyha azt mondod, hogy A betű, elveszed ezt az 5-öt, ide teszel, ez az A betű, az felső sarkába, balra. Hogyha ide teszel még egyet alá, például B betű. Ha az első oszlopot leütöd bal oldalról, ez már L betű. Hogyha ide teszel fölülre még egyet, tehát 4-et ütöttél le, ez például P betű, ezt a középre teszed, például R betű. Hogyha mondjuk ide teszed az alsó 2-t, a felső 4-et elveszed, C betű. Ha a felső 4-et teszed le, így alul 2-t kihatsz, G betű. Értitek? És, és az író, nem érted, hát ha megtanod a kombinációt, akkor tudod fogni. És hogy működik az írógép? A 6 pont, itt a 6 pont, állított 6 pontot. És képzeld azt, hogy te ezt a 6 pontot szétnyitod. A szétnyitást így értsd szó közt, és itt a szétnyitott 6 pontot. Tehát, hogyha azt mondod, hogy üssük le az A betűt, ezt ütöd le. Ja, ezt leütöd az elsőt, most leütötted a föntre egyet. Azt mondod, hogy leütöd az első oszlopot, ami így áll, tudod, mit meséltem, leütöd, szó közt rakom, leütöd ez az első oszlopot. Egyszerre persze, csak most jó, hogy én erről állok. Értitek? Így működik a Braille, hogy ez a 6 pont szét van nyitva, és már is kézzel esik. És összesen csak szó közben rajta meg a 6 darab pontot. És utána szépen lehet mindenre van betűkombináció, de én nem érdekességként, ez, tudod, ez egy nagyon szép emlék lesz már majd sajnos. Tehát a számításnak minden, itt van már a Braille helyetted, már úgy értem, itt akkor most már ezt te se tudod olvasni ezeket? Soha nem tudtam jól olvasni. Írni tudtam kívülről, de olvasni nem tudtam. Összeszaradtak a pontok az ujjaim alatt. Mert egyébként ezt úgy kéne szétválasztani a nézék. Az nem ment nekem. Aha. Az nem ment nekem, hogy a szó közök azok hol... Na ezek nem mentek. Egyszerűen, tudod, gyakorlás. Körülbelül 6 hónapig gyakoroltam, mikorra a Krúdi Gyulának elkezdtem olvasni egy könyvét, de a régi motorosok még nagyon jól tudnak olvasni. Meg a született vakok nagyon-nagyon jól tudják. Március 29-én a Hősök keresztútjához vonultak a kistelki hittanos gyerekek. Az erre készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. 12. állomás. Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus kezén, lábán átszegezve, 3 óráig élve függ a kereszten. Az utolsó és döntő küzdelemben lelkünkért Jézus és a sátán között. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És Jézus győz,
befejeztem, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A kereszt alatt állt a szűzanya, Szent János apostol és bűnbánó Magdolna. De ott látom állni a magyar szenteket, mint Jézus testőreit, hogy senki ne tudja elrabolni tőlünk a Golgotát. Golgotát járó nép voltunk és vagyunk. Talán ezért van az, hogy minden városban, faluban van Golgota, van keresztút, hálából, hogy 1100 éve járhatjuk Jézussal a szenvedések útját. Jézus hitében, szeretetében és magyarságában megmaradt hű népe. Az Árpád-házi szenteken kívül ott a kereszt mellett állnak őrséget, korunk szentjei és vértanúi. Élükön Mindszenti bíborossal, mellette és körülötte a magyar poklokat megjárt világi hívekkel, papokkal, Apor Vilmos és Márton Áron püspökökkel, a forradalomban életüket feláldozó fiatalokkal. Drága szent hely nekünk a Golgota, amelyet Jézus vére és szeretete szentelt meg. Temetőink sírjain is ott a kereszt, bizonyítékul, hogy a Golgota népe voltunk és vagyunk. Isten öt igazáért nem pusztította volna el Szodoma városát. Reméljük, hogy hazánkban is lesz mindig legalább öt vagy több igaz magyar, akiért Isten megkegyelmez népünknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj. Jézust leveszik a keresztről. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus agyonkínzott testét leveszik a keresztről, és a legméltóbb ravatalra a szűzanya ölébe helyezik. A szűzanya, aki egykor a kis Jézust fólyákba takarta és jászolba fektette, most gyászruhában, könnyeibe, csókjaiba, ölelő karjaiba takarja és ölébe fekteti őt. Itt piheni ki embertelenségeink okozta szenvedéseit. A magyarok nagyasszonyának is, de sokszor kellett ölébe venni és siratgatni megkínzott népünket. A magyarok nagyasszonya többször volt piétánk, mint dicsőséges nagyasszonyunk. A mi Máriánk a könnyező Mária. Többször kellett sírnia a bűneink és hűtlenségeink és szenvedéseink miatt, mint örvendezni jó sorsunkon. Mi magyarok, földi és égi édesanyát szerető és tisztelő nép voltunk. Sajnos már nincs így. Vannak Jézushoz, a szűzanyához, saját családjukhoz és gyermekeikhez is hűtlen anyák, akik anyák, de nem édesanyák. Ó, nagyasszony, nemzetünk reménye, rád szegezzük könyvtelt szemeink. Veszni indult István öröksége, Szent Imre öröksége, a tiszta ifjúság, Szent Erzsébet öröksége, a szegények szeretete, Szent Margit öröksége, a tiszta női ifjúság, Szent László öröksége, a lovagiasság, a nők és édesanyák nagyra becsülése, Szent Gellért öröksége, a vezeklés és vértanúság. Ó, nagyasszony, szállj közénk, és add vissza népünk kereszténységét, családjaink, társadalmi életünk tisztaságát, hogy ne csak a fájdalom, hanem az örömkönnye is ott csillogjanak szemeidben. Mutasd meg, hogy anyánk vagy,
mutasd meg, hogy régi nagypatrónánk Magyarország nagyasszonya vagy. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Édes illat a harigó, úgy kísérjél, szívünk elhívájó. 14. állomás Jézust sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézust eltemetik. Most már előmerészkedtek a férfiak is. A szűzanya öléből óvatosan, csendben leveszik Jézus testét, betakarják és sírba teszik. Van minden, ami Jézus temetéséhez kell. Nagy kő, őrök, pecsét. Most már nem kell félni, hogy fellázítja a népet. Most már nem fognak utána menni. Most már nem fog csodákat tenni, halottakat feltámasztani. Most már nem fog megszégyeníteni főpapokat, írástudókat, nem fogja őket megleckéztetni. Vége mindennek, gondolják. Csak a vasárnap hajnal ne jönne, mert azt mondta, hogy harmadnapra fel fog támadni. Hát, ha megtörténik, hát, ha igaz lesz. Minden esetre számítva van pénz is, hogy az őrök elhírezteljék, az apostolok lopták el. A pénz és a hazugság elérte célját, mert elterjedt a zsidók között, hogy Jézus testét ellopták. Ezt inkább elhitték, mint azt, hogy a csodatevő Jézus, a halottakat feltámasztó, maga is feltámadt. Népünket, nemzetünket, magyarságunkat és hitünket sokszor eltemették már. Voltak nagy temetőink, a Muhi puszta és a Mohácsi mező. Sokszor meghúzták felettünk a lélekharangot. Lerombolták Budát, városainkat, falvainkat. Megásták sírunkat 1849-ben, 1921-ben és 56-ban. Azt mondta egy nagy ember, a magyar egyház felszámolása csak vagonkérdés. Volt úgy, hogy elnémították a török fölötti diadalt hirdető déli harangszót, és most ismét szól. Volt, amikor el kellett rejteni Máriát és a nemzeti színű zászlóinkat, és most ismét lengeti azokat a szél. Volt, amikor menekülni kellett saját hazájából Szent István jobbjának és a Szent Koronának. Most ismét itthon vannak és örködnek felettünk. Határainkon kívül élő testvéreinket is szeretnék örökre eltemetni, rájuk hengerítve a feledéskövét, de hisszük és reméljük, hogy megszólalnak majd a húsvéti harangok. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország és a magyar egyház feltámadásában. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Szent Ihás Bóta, hogy égés ső, zengje halleluja! Hiszek egy Istenben, mindenben hatalmában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátussal, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszen szent életben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Húsvét vasárnapján a kisteleki Szent László téren a húsvéti hagyományokat, népszokásokat elevenítették fel a kisteleki lakosság számára. Az erről készült montásfilmünket tekinthetik meg a következőkben.
Thank you.
Húsvétváron rendezvényt tartottak Balástyán. Újvári Lászlót, a település polgármesterét, Antal Imre plébánost, valamint Fodor Tamást, a rendezvény szervezőjét kérdeztük. Április 17-én Húsvétváron ünnepséget tartott a Balástyai önkormányzat. A részletekről kérdeztük a település vezetőjét, Újvári Lászlót. Mai rendezvényünkön a Balástyai Húsvétváró parti, iskolai nyúlparti, ahol vagyunk, igazából már harmadik alkalommal rendezzük meg. A legeslegelső alkalommal akkor az önkormányzat tanyáján, az állatsimogatóban rendeztük meg, utána időjárás miatt egy évvel később itt benne a sportcsarnokban, most viszont az előbb említett tanyán az építkezések egy beruházás miatt nem tudtuk megvalósítani, tehát itt a sportcsarnokban vagyunk, és a mai délutáni foglalkozásnak a fő hangsúlya a hagyományos húsvéti szokások bemutatása a gyerekeknek, egy kicsit ügyesen a mai érdeklődési körtől próbálva elvonatkoztatva az informatika, a számítógép világától talán egy kicsit kimozdítani őket, és jöjjenek el, kreatív játékokban vegyenek részt, focizzanak és más labdajátékokban is játszanak, illetve kézműveskedjenek, arcfestés és ehhez kapcsolódó, ebben a korosztályban megfelelő programok is vannak. Azt kell tudni, hogy első osztálytól hatodik osztályosok vannak a gyerekek. Nagyon nagy készülődés övezte a mai rendezvényt, nagy szervezés, mint önkormányzati dolgozók, mint az iskola dolgozói, pedagógusok sokat segítettek benne. És a mai nap folyamán az állat simogatással, a nyúl simogatás, mint lehetőség is megvan a gyerekek számára, focizhatnak, illetve arcfestés is lesz, kézműves foglalkozás, és ami a legfontosabb, egy hivatalos ünnepi megnyitó, Antal Imre plébános úr a hagyományos húsvéti ételeket fogja megszentelni, ezt követően ételkóstolás, és tervezünk egy kis meglepetést, egy ilyen kis locsolkodó partit a gyerekeknek, már egy néhány fiúval ezt megbeszéltem, remélem, hogy sikert fog aratni. Húsvétkor a kereszténység legnagyobb ünnepén Jézus feltámadását ünnepeljük. A hagyomány szerint Jézust nagypénteken keresztre feszítették, és húsvét vasárnapján feltámadt. Antal Imrét, a település plébánosát kérdezzük, hogy a gyermekeknek mi húsvét üzenete. Húsvét üzenetét gyerekeknek nem egyszerű megfogalmazni, hiszen ezt az ünnepet az elmúlás, a halál témája, kérdése előzi meg, és ezt egy gyereknek, de sokszor nekünk felnőtteknek is nagyon nehéz megmagyarázni és megérteni, hogy miért kell meghalni, mi értelme van a halálnak, az elmúlásnak, az emberi élet végének. A húsvét pontosan azt az üzenetet hordozza, hogy Jézus értelmet adott a halálnak. A halálból élet fakad, és mi nem meghalni készülünk, hanem az életre készülünk. És az az élet, amit Jézus felkínál nekünk, az a teljességre vezet. Jézus halálával és feltámadásával tulajdonképpen túllép ennek a világnak a korlátain, kitágítja ezt a világot, és örök életet biztosít számunkra. Ez húsvétnak az üzenete, és ha gyerek nyelven kell megfogalmazni, vagy a felnövekvő nemzedéknek erről beszélni, akkor azt mondanám, hogy érdemes küzdeni, érdemes áldozatot hozni, érdemes az életünket jó irányba fordítani, mert minden küzdelemből, minden áldozatvállalásból élet fakad. A sportcsarnokban sonkával, kolbásszal, kaláccsal és főtojással díszített asztal várta a balástyai gyerekeket, ahol kreatív programokkal, arcfestéssel, kézműveskedéssel, különböző ügyességi labdajátékokkal is várták őket, sőt, még tánctudásukat is tesztelhették játékos formában. Erről és a húsvéti parti részleteiről Fodor Tamást kérdeztük a Balástyai Sportkör képviseletében. Több évben rendeztünk már húsvéti partit Balástyán. Igazából ennek az volt az apropója, akárcsak az őszi tökfesztiváli rendezvényünknek, hogy a gyermekek számára megmutassuk az új balástyai állatsimogatót. Azért azt tudni kell,
hogy az állatsimogató nagyon sokrétű már mostanra, népi tájházként is funkcionál szinte, de most különböző felújítási munkálatok miatt sajnos nem tudtuk megrendezni itt a rendezvényt. Igaz, hogy tavaly is a sportcsarnokban volt, akár csak most, hiszen tavaly rossz időjárás miatt, most pedig azért, mert tényleg felújítási munkálatok zajlanak. Úgyhogy most már így többedik alkalommal jövünk össze, egyszer tavasszal, akkor a húsvét apropóján, egyszer pedig ősszel, akkor pedig a Halloween, a tökfesztivál apropóján. És most is több állomással készültünk, ahová az 1-től 6. osztályos gyerekeket várjuk, de egyébként, hogyha bárki szeretne részt venni, akkor természetesen számukra is lehetőséget biztosítunk, illetve itt azért egy picit kötetlenebb része is van ennek, hiszen a gyerekek ameddig teljesítik az állomásokat, ezeket a különböző vetélkedőket, most például a Balázscsai Sportkör, amelyet most per pillanat én képviselek itt ezen a rendezvényen, is szerepet vállalt, és két focis állomást is viszünk, de különböző kézműves foglalkozásokkal egészül még ki ez a rendezvény, illetve most először lehetőségünk nyílt egy külsős szervező segítségével idehozni egy másik kézműves, egy kicsit különlegesebb kézműves foglalkozást, illetve ami kiegészül még egy Xbox Kinect-es sportos lehetőséggel, amit a gyerekek biztosan nagyon élvezni fognak. Megnyitó beszédében Újvári László köszönte meg a segítők munkáját. Szeretettel köszöntök mindenkit az idei balástyai olyan közösségi rendezvényen, ahol sok-sok segítőnek köszönhetően jött létre ez a tavaszi húsvétváró parti. Azért mondom, hogy sok-sok segítőnek, mert harmadik alkalommal szervezzük meg, és a szervezés folyamán láttam, hogy önkormányzati munkatársak, hivatali dolgozók, iskolai munkatársak, az iskola a vezetésétől kezdve pedagógusok, segítők sokan benne voltak a mai programban, és egy kicsit rátérnék a délután lényegére. Hétvégén a katolikus egyház egyik legnagyobb ünnepére készülünk, a húsvétra, és a húsvét várás kapcsán 2 évvel ezelőtt szervezőinknek volt egy nagyon szép ötlete, és az ötletnek köszönhetően egy olyan rendezvénysorozat látott napvilágot, ami igazából elsősorban az alsó osztályos általános iskolás gyerekek, de most már örömmel látom azt, hogy felsősök és 5.-6. osztályosok is vannak, ezeknek a gyerekeknek szeretnénk bemutatni a hagyományos húsvétvárás, és természetesen egy olyan lehetőséget biztosítva számukra, ami azért a mai modernkori gyerekeket is érdekli, akár az informatika, vagy akár azok a labdajátékok, amikre most is lesz lehetőség, és az arcfestés, és a kézműves foglalkozások, és ehhez, mint az előbb mondtam, a hagyományok ápolása és a népszokások megismertetése, ehhez szeretnénk bemutatni mindenkinek egy olyan szertartást, a húsvéti ételszentelést, és remélhetőleg, hogyha gyerekek mindenki megfelelően fog figyelni és csendben lenni és hallgatni, ezt követően valószínű meg is lehet kóstolni ezeket a finomságokat. És kóstolás közben, amit az előbb elmondtam, azokat az állomásokat végig kell járni, azokat az ottani kérdéseket, illetve feladatokat meg kell válaszolni, el kell végezni, és remélhetőleg most is, mint az előző két alkalommal, egy nagyon színvonalas, hagyományőrző, ünnepváró közösségi programnak leszünk a részesei. Én szeretném megköszönni mindenkinek a szervezést, direkt nem mondok neveket, mert most így kapásból nem is tudnék, mert olyan sokan benne voltak, és az előbb említettem az ételszentelést. Én nagy tisztelettel szeretném Antal Imre plébános urat felkérni, megkérni, hogy ezt a kis ételszentelési szertartást tartsa meg. Köszönöm szépen mindenkinek! Akkor megszenteljük a húsvéti ételeket, kalácsot, sonkát, kolbászt, hagymát, tojást, salátát, uborkát. Jóisten áldását kérjük ételeinkre, de saját magunkra is.
Délelőtt egy szentmisén vettünk részt, a kiskolás gyermekek, pedagógusok ott voltak, már ott elkezdtük a húsvétra való előkészületet. Most itt kötetlenebb formában folytatódik. Először vagyok ilyen alkalmon itt Balázscsán, de a környéken is, a többi településen nem igazán vannak ilyen programok, úgyhogy örülök, hogy itt Balázscsán ezt fontosnak tartják, hogy húsvét előtt találkoznak, gyerekek együtt vannak, játszanak, készülnek az ünnepre. Örülök, hogy idősebb korosztály is itt van, figyeli a gyerekeket, foglalkozik velük, és szép délutánnak néz elébe a közösség, úgyhogy gratulálok ehhez. Most pedig akkor megszenteljük a húsvéti ételeket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyei Atyánk, kérünk, áld meg és szenteld meg ezeket a húsvéti jeledeleket, add, hogy mi, akik ezt elfogyasztjuk, testünknek erőt, lelkünknek üdvösséget nyerjünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Április 4-én rendezték meg a Kisteki Könyvtárban a Balladamondó versenyt. A verseny utolsó két szereplőjét, valamint az eredményhirdetést tekinthetik meg a következőkben. Fejedelem katonája, magyar nép ballada. Megölték a vasapistát, fejedelem katonáját. Úszélén hótan találták, Lengyelországnak határán. Lengyelországnak határán, Rákóczinak bujdosásán. Vasapistát ott megfogták, az életét kioltották. Ékes aranyos dolmányán végig ömlött piros vére. Jaj Istenem, jaj Szűz Mária, miért is jöttem bujdosásra? Életimet feláldoztam, vezérim megoltalmaztam. Hazám határi megálltam, gyilkosokkal megcsatáztam. Fehér Gyuli is hazavárja, minden este vacsorára. Ne várj Gyulis, ne várj Gyulis, haza ő már nem jő úgyis. Menj, csukd be a kaput, népballada. Mártonnak táján járt az év, s az idő vígságra tölt haj. Hurkát csinált gazdasszonyom, s java már fazékban főtt, haj. Északról, délről fut a szél, s tornácra is befut. Szólt asszonyomnak gazduram, menj, csukd be a kaput. Körmömre ég a sok dolog, magad is láthatod, hogy én csukjam be a kaput, 100 évig várhatod. Egyességet tettek tehát, erőszóval, s nagyot, ki elsőnek szót szólni kezd, az csukja be a kaput. Éjfél felé becappogott két vándorló legény, de nem láttak házat, pitart, se tűz, se gyertyafény. Ki a gazda itt? Ki háza ez? Dús vagy koldus ura? Egyik sem szólt, mert mindegyik gondolt, csak a kapura. S megették a fehér hurkát, aztán a feketét. Dúlt, fúlt magában asszonyom, de egy szót sem beszélt. Aztán így szól az egyikük. Fogd csak komám a kést, beled vár meg a vén szakát, míg megölelem nejét. De nem lelek forró vizet, ez ám a bökkenő. Háttán nem jó a hurkalé, mi a fazékban fő. Felpattant erre gazduram, vérönti el fejét. Megölelnéd nőm szemem előtt, s kennél rám hurkalét. Felpattan ám gazdasszonyom is, dobbant ván egy nagyot. Gazda, te szóltad az első szót, menj, csukd be a kaput. Nagyon szépen köszönöm a versenyzőknek, én nem akarom elvenni a zsűri elnöktől a
munkát, de azt muszáj most rögtön megjegyeznem, hogy én nem úgy az utóbbi egy-két évben nem emlékszek arra, hogy minden versenyző ilyen biztos vers tudással jöjjön és mondja el a választott balladáját. Én azt gondolom, hogy nekünk most nagyon nehéz dolgunk lesz, úgyhogy egy kis időt szeretnénk kérni mindenkitől, hogy addig még mi megbeszéljük a továbbjutóknak a nevét és a helyezetteket, helyezési sorrendet megállapítjuk, addig szeretném, hogy fújja ki mindenki magát. Ott hátul találtak üdítőt, egy kis süteményt, hogy fogyasszatok nyugodtan, most már nem kell izgulni, próbáltok rajta, mindenki megnyugodhat, és majd jövünk vissza és elmondjuk, hogy mire jutottunk, jó? Hát a zsűri nagy-nagy verekedés és hangzavar tanácskodás után meg is hozta a úgymond az ítéletét, persze ez nem ítélet, hanem csak egy ilyen jelenlegi helyzet alapján a helyezéseknek a hirdetése. Nem is húzom tovább a szót, jó? De előtte csak tovább húzom. Szeretnék mindenkit nagyon megdicsérni, mert elképesztő mennyire ügyesek voltatok. Gyönyörűen, folyékonyan, nem izgulva, nem remegő hanggal, mint ahogy most én. Mondtátok a balladákat, egészen elképesztő volt, amennyire élveztük mi ezt itt a zsűritársaimmal, hogy milyen ügyes, kisteleki, baksi, kistérségi gyerekek vannak itt a közelben. Úgyhogy egy nagy tapsot a gyerekeknek, a tanároknak és a szülőknek is a közelműködésben. Voltak nagyobbak is, kisebbek is az előadók között, 5-től 8-ig vegyesen. Azt tudnánk a kisebbeknek mondani, hogy nyugi, tietek a jövő. Ez egyértelmű, a nagyobbak, illetve hát akik helyzetek lettek, majd meg fogjátok mindjárt tudni. Egy pici tanácsot azért elmondanánk, főleg a balladák végével kapcsolatban, hogy arra egy picikét majd nagyobb hangsúlyt fektessetek, hogy a lezárás az legyen egyértelmű. Hogy a közönség is tudja, hogy ezzel a megállással, ezzel le is zártad a balladát. Rendben van? Ez egy pici tanács, csak ez többeknél előjött. Most még már nem húzzuk tovább az idegrendszereket, meg az idegszálakat nem gubózzuk össze. 4 darab könyvjutalmos helyezettet osztottunk ki, akik 4-en képviselték a kistérséget ugye a megyei döntőn majd Szegeden most szombaton. És akkor fogunk haladni, dobpergésre, mindenki izguljon. 3. helyezett lett egy nagyon kedves és vidám kislány, egy nagyon szép víg balladával, ő pedig nem más, mint Rát Emma. Újabb dobfelgés, és már megyünk is tovább. Ahogy látjátok, ugye 4 jutottak tovább, 4 könyv van, és bizony holtversenyt kellett hirdetnünk, mégpedig a 2. helyen egy holtverseny van. 2 egészen elképesztő előadót fogunk most utalmazni a 2. helyezettel. Az egyik 2. helyezettünk Rostás Rebeka. A másik 2. helyzetünk, szintén egy hölgy, ő pedig Sebők Zsófia névben hallgat. És ugye, amit látjátok, egy könyv maradt már, csak egy gyönyörű szép könyv Magyarország szép vidékeiről. Egy olyan talónak fogjuk adni ezt a könyvet, illetve a területi verseny győzteseként őt fogjuk kihirdetni és kihozni, aki, ha mennyire hallottátok, kedves szülők, kollégák, illetve diákok, úgy éreztük, hogy ő kicsit kiemelkedett innen a mai mezőnyben, komolyságával, drámai előadóképességével, azokkal a hatásszünetekkel, hanglejtésekkel, hangsúlyokkal, azzal a feszültséggel, amit itt teremtett ebben a teremben, és ami tényleg egy drámai balladának az előadás módjához hozzátartozik, és ő pedig Heré Klaudia. Gratulálunk! És akkor a többi kispajtásra fog elmenni üres kézzel, ha már nem üres hassal fog elmenni, hanem akkor a kezesre legyen üres. Én mindenkit megkérek, hogy majd szóljuk ki össze-vissza nevek alapján, hogy gyertek ki egy emberkodott fejetek át, mert nagyon-nagyon tisztes és helytálló teljesítmény volt ez. Úgyhogy gratulálunk még egyszer nektek. Horváth Hannának elsőként, nagyon ügyes voltál. Góra Csillának is gratulálunk.
Az urak is ezért jöhetnek, Kanalas Renátó az egyik kis. Bolnár Fuzsina, a hölgyek képviseletei. Egy újabb úriember, Kis Olivér Márk. Szombos Kira is érkezzen közénk. És végül, de abszolút nem utolsó sorban, Hegedűs Annál. Köszönjük, hogy az mert, hogy ilyen szép számmal részt vettetek a versenyen, még nagyon sok kedves osztálytársatok, barátotok is, illetve pedagógusok, szülők elkísértek benneteket. Nagyon nagy öröm itt gondolom a új könyvtár résznek a legelső, ha nem is hivatalos, de legelső tűzkerességi műsorán, illetve a programján részt venni, hogy ilyen gyönyörű szép tavasszal a játék és a telefon helyett inkább a költészet, illetve az Adam oltárán áldoztatok. Ez óriási erőt és reményt ad nekünk a jövőre nézve, hogy vannak még olyan fiatalok, lányok és fiúk, akik akár 5-6-7, bármilyen 8-os korukban is időt és energiát szentelnek arra, hogy a magyar irodalom hatalmassága, egy József Attila, mondjuk ő pont nem volt, most Arany János, Vörös Marti, ő sem volt, de akár a Vasalbert, annyi sok-sok, vagy Népballek, annyira sok-sok szépet választottatok, hogy ez maradjon is, hogy ezt kívánjuk, és majd utolsó gondolat, hogy a továbbjutók, hogyha esetleg szeretnének most itt a végén a Zsügyivel egy picikét beszélgetni, egy-két tanácsot elfogadnak, vagy meghallgatnak, akkor a szívesen és szeretettel látjuk őket itt az asztalnál. Köszönöm szépen, minden jótoknak a munkát, és a... Én is köszönöm mindenkinek a részvételt, versenyzőknek a felkészülést, és tényleg azt tudom én is csak mondani, hogy jövőre ugyanitt, akik most voltak először ilyen versenyen, azoknak is nagyon jó volt ez a délután, mert láthattátok, hogy milyen egy ilyen balladamondó verseny, és remélem, hogy jól érezte magát mindenki, úgyhogy jövőre már valószínű, hogy egy szépen berendezett új környezetben tarthatjuk meg, nem csak ilyen félig elkészült helyen, úgyhogy jövőre is sok szeretettel várok mindenkit a Balladamondó versenyre. Április 18-án tartottak misét az utolsó vacsoráért a kislelki Szent István templomban. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg teljes egészében a következőkben. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Amen.
Az Ormos Intézet által készített egészségügyi témájú stúdióbeszélgetést tekinthetik meg orvos-meteorológia témában. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvos igazgatója, szeretettel köszöntjük. Üdvözlök mindenkit! Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy hát én megérzem a frontot, a csontjaimban érzem, hogy időjárás változás lesz, kicsit ilyen leveli béka üzemmódban. Jósoljuk meg azt, hogy most szél lesz, eső lesz, mi történik. Ha jól tudom, akkor azért ez sem mindig annyira ártatlan, mint ami ennek elsőre tűnik. Ezek jelzések. Tehát nyilván, hogyha megnézzük azt, hogy részei vagyunk ennek a világnak, és az időjárásban élünk, a környezetünkben élünk, akkor azt is látni lehet, hogy a környezetünk változására reagálnunk kell. Hát ugye van pár olyan paraméterünk, a vérnyomásunk, a pulzusszámunk, a vérnek a keringési eloszlása, a különféle üregeknek a nyomás viszonyai, az abba termelődő folyadék mennyisége, stb. Mind-mind nagyjából állandóan kell, hogy maradjanak, vagy legalábbis bizonyos normál határok között kell, hogy maradjanak, teljesen függetlenül a környezettől. Tehát, hogyha mondjuk jön egy front, és a levegő nyomása leesik, attól még a vérnyomásunknak szinten kell maradnia, ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz a keringésünket folyamatosan finomhangolni kell például a környezetnek a tényezőihez. Tehát mint egy nyomban van egy ilyen kis finomhangoló. Gyakorlatilag igen, folyamatosan. Készülék és készség, amivel tudjuk az időjárást kompenzálni így magunkban. Van. Ott van egy vegetatív idegrendszerünk, meg van egy hormonális rendszerünk, amik nagyon pontosan beállítják a szervezet különféle belső paramétereit, függetlenül attól odakint, hogy mínusz 10 vagy plusz 40 fok van, a kettő között 50 foknyi különbség van, de mégis a belső környezetünknek valamelyest állandónak kell lennie. Na most, ilyenkor jön a szél, az eső, a vihar, amikor én a fejemhez kapok, és már szedem is nagy tételben a fejfájás csillapítót, és azt mondom, hogy de hát már édesanyámnak is, meg nagymamámnak is mindannyian ugyanígy érzékenyek voltak, tehát hogy ez nem is olyan nagy gond. Hát az esetek egy részében nem találunk a háttérben semmit, az esetek jó részében viszont azért érdemes ezekre a jelekre odafigyelni, mert ezek jelzések abba az irányba, hogy a szervezetünknél ott valami nem stimmel. Tehát, hogyha valakinél mondjuk jön egy az időjárásnak egy melegedése, és elkezd fájni a feje, akkor teszem azt, lehet például az, hogy a fején, illetve a nyakán eredő tapadóizmoknak a feszülése megváltozik, és ez okoz neki egy fájdalmat, csak azért, mert a külső környezet változik. Hogyha valakinél egy nagy lényomás változás, vagy hőmérséklet változás mellett az arca kezd el fájni, akkor lehet, hogy le vannak zárva az orrának a melléküregei, és abban olyan nyomás viszonyok keletkeznek, amitől fájdalmassá fog válni a dolog. Vagy hogyha ha melegedést nézem, nagy időjárás változást, akkor az tud triggerelni, tud beindítani migrénes fejfájást is, de az sem normális, hogy valakinek egy migrénes fejfájása van. Tehát ez mind-mind a háttérben valamilyen betegséget sejtett. Ha megnézem még azt, hogy a fejfájáson kívül mi minden szokott változni, hát nagyon nagy százalékban ízületi panaszok szoktak keletkezni, akkor, amikor feltámad a szél, amikor lehűl nagyon a levegő, vagy elered az eső, ez például nagyon jellegzetes, de egy egészséges ízület nem lesz fájdalmas akkor, hogyha odakint nagyot változik az időjárás. Hogyha lehűl a levegő, akkor egy egészséges epehólyag nem kezd el görcsölni, vagy egy egészséges vesebedence nem kezd el görcsölni, vagy egy egészséges koszorérhálózat nem fog elkezdeni mellkasi panaszokat csinálni. Tehát valami van a háttérben, és ezekre azért oda kell figyelni. Hát ne tekintsem teljesen természetesnek és magától értetődőnek, hogyha bármilyen jelzést ad a szervezetem arra, hogy változik az idő. Semmiképpen. De most, ha én egy ilyennel beállítok az orvosomhoz, hogy üdvözlöm, doktor úr, nagyon fáj a fejem, amikor eső van. Hát szerintem azzal a lendülettel hajt el engem, hogy hát oké, az emberek 90%-ának fáj a feje, ha eső van. Ez így van, de a hátterét ki lehet vizsgálni. Most időjárás érzékenységnél két típust különítünk el. Az egyik, akinek nincsen szervi eltérés a háttérben, ez mondjuk az esetek 15%-a. A maradék nagyon-nagyon elsöprő többségnél azért valami gyenge pontot találunk. Ezt ismételjük meg, hogy 15%-nál van, pontosan. Van az, amit általában 90%-ban gondolunk, hogy ez csak valami alkati dolog. Valamit találunk a háttérben, valami olyan szervi eltérést, amit, hogyha az ember felismerés kezel, akkor az időjárás érzékenysége az illetőnek sokat javulhat. Most azért azt tudni kell, hogy az időjárás érzékenység különösen fiataloknál az egy civilizációs ártalomnak tudható be. Tehát nagyon sűrűn az van a háttérben, hogy az illető kialvatlan, túlhajszolt, valamilyen olyan családi háttere van a betegség halmazának, amit vagy ismer, vagy nem, de mondjuk nála esetleg alakul egy cukorbetegség, vagy alakul egy magas vérnyomás, és az lehet, hogy az első között abba fog tudatni magáról, úgy fog tudatni magáról, hogy frontváltozáskor neki a vérnyomása mondjuk kiugrik. Most a cukorbetegség az egy kicsit rosszabb, mert a cukorbetegségnél alapvetően, hogyha egy front mellett nagyobbat ingadozik a vércukorszintje, akkor azt nem fogja észrevenni szinte semmiből. De a magas vérnyomását azt igen.
Tehát az, hogyha... az első jel akár megmentheti az életünket is, hogyha időben ezekre a jelekre odafigyelünk. Így van, és onnantól kezdve ezekre, hogyha az ember figyel, akkor most túl azon, hogy az időjárás változásaihoz az illető jobban fog alkalmazkodni, hosszú távon nyelvre nagyon sokat. És akkor ezekre milyen kivizsgálások szükségesek? Mondjuk önhöz beállít valaki, és azt mondja, hogy hát nekem ingadozik a vérnyomásom, és fáj a fejem, hogyha jön az eső. Hát doktor úr, mit tegyek? Több minden szokott ilyenkor történni. Egyrészt, amit szoktunk ilyenkor kérni, az egy úgynevezett időjárás napló, egy panasz napló. Tehát mondjuk pár hónapon keresztül az illető folyamatosan jegyzeteli azt, hogy aznap, amikor éppen a panaszai voltak, akkor volt-e éppen frontváltozás, vagy nem volt frontváltozás? De mindig van front globális felmelegedéssel, majdnem mindig van valamilyen front körülöttünk. Hú, a globális felmelegedés az egy érdekes téma, akkor a globális felmelegedés az az extremitások felé fogja eltolni az egészet. Egyre több a front, kezdve, ezt érzékeljük. Egyre több a heves időjárás változás, egyre több az olyan időjárási tényező, ami direkt fizikai hatással bír ránk, és önnön valójában veszélyeztet. Tehát van egy nagy vihar például, nagyon nagyot melegszik egyik pillanatra a másikra a levegőkörnyezet, esetleg a nyári hőhullámoknak a mennyisége sokkal több lesz, mint egyébként kéne, fertőző betegségeknek az eloszlása változik. Meg az egésznek a kapcsán többek között például, de az időjárás változás az mondjuk hosszú távon talán inkább lekövethető, de az extrém eltérés sor, ami ilyenkor létrejön, az fog minket inkább megterhelni ebből az egészből. Tehát több lesz a hőhullám, több lesz a vihar, erősebbek lesznek a szelek, mások lesznek a fertőző betegségek, ez az, amihez inkább kéne hozzászoknunk, ehhez egyébként annyira nem lehet. De ne tekintsük azt természetesnek, hogy a szervezetünk reagál rá, tehát időjárásnapló, akkor azt mindenkinek érdemes elkezdeni vezetni ez otthon. Ez az első. És akkor, esett hogyha... az eső, fájt a fejem. Igen, nem esett hogyha, az eső, nem fájt. Ha ez megvan, akkor ennek a nyomán már el lehet indulni bizonyos irányokba, csak akkor körvonalazódik, hogy az illetőnél mozgásszerű betegséget keresünk, begyógyászati jellegű betegséget keresünk, anyagcsere betegséget keresünk, idegrendszeri eltéréseket keresünk, nagyon sok minden lehet a háttérben. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szépen. A lényeg, hogy ne bagatelizáljuk azt, hogyha az időjárásra érzékenyen reagálunk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. Következő adásunkat jövő hét kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben nokta és rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Kedd adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Valamint iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetők. Nem utolsó sorban pedig kövessék a Kistelki Városi Televízió Facebook oldalát. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.